Még a jövő évi európai parlamenti választások előtt el akarják fogadni az Európai Unió migrációs és menekültügyi csomagját Brüsszelben. A paktum egyebek mellett azt is tartalmaz, hogy Brüsszel döntenie el, melyik tagállam mennyi illegális bevándorlót fogadjon be egy krízis helyzet esetén. Magyarország továbbra is ellenzi a paktum elfogadását, mert az nem visszaszorítaná, hanem segíteni a migrációt. Bales folytatja vendégével. Köszönjük szépen Zsanetnak, Horváth József az Alapjogokért Központ Biztonságpolitikai Tanácsadója ül itt velem szemben már a stúdióban. Jó estét kívánok, hogy jó, jó napot kívánok, még azért picit messzebb van talán az este. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára mondta azt, hogy az uniós belügyminiszterek tanácskozásán szereplő előterjesztés, ugye a a migrációval kapcsolatos krízis rendeletnek hívják. De valójában, ahogy az államtitkár úr fogalmazott, ez egy migráns mágnes, egy újabb migráns mágnes. Egyetért ezzel a megfogalmazással? Abszolút mértékben, hiszen nem arról van szó, hogy ha Európa közvetlen környezetében egy országon belül válsághelyzet alakul ki, és menekültek ezrei vagy tízezrei indulnak el, mint például látjuk ezt Ukrajna esetében hanem egész egyszerűen akkor hirdetne az Unió, amikor Uri kedve úgy diktálja a válsághelyzetet, mert azt mondja, most éppenséggel olyan sokan érkeztek, hogy az az adott fogadó ország már nem tudja őket megfelelőképpen ellátni, az adott ország szociális ellátórendszere már kimerülőben van, akkor <kül> megint elővennék az évek óta pihentetett vótákat, és azt mondanák, hogy tessék, akkor most ezek alapján ilyen varázsszámokkal elkezdjük szétosztani ezeket az embereket, és ennek az az a következménye, hogy soha véget nem érő történeté válik, hiszen mindig jönnek újabb migránsok, és mindig szét kell osztani. Tehát, hogyha egyszer kiildetnek egy válsághelyzetet, az borítékolható, hogy az hosszú évekig úgy is marad. Az is a másik fontos kérdés, hogy miért ennyire fontos az Európai Unió vezetésének, hogy ilyen rohamléptekben fogadják el ezt a migrációs rendeletet? Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy közeledünk az uniós választások felé, és egyre inkább érzékelik azt, hogy az európai választóknak a hangulata az alapvetően változott meg, hiszen 2015-ben még a nyugat-európai polgárok azt hitték, hogy a szép új színes társadalom ez az örök boldogságot fogja elhozni, és így hogy láttuk a plüsmackókkal, fogadják őket például Németországban, és elhitték azt Angela Merkelnek, hogy ők képesek megoldani ezt a problémát, csak eltelt nyolc év, és szembe jött az a szomorú valóság, amit látunk Svédországban, hogy a hadsereg bevetését fontolgatja a a jelenlegi kormány. Látjuk azt, hogy egymás után zárják le az európai államok a határaikat, látjuk a terrorizmustól a szervezet bűnözésen át, egészen odáig, hogy a gyerekkereskedelem a prostitúcióban is milyen új mélységek nyíltak meg, amelyeket nem gondoltuk volna, hogy Európában látni fogunk. Ha már az Európai Unió szóba jött, most az Európai Parlament felszólította a tagállamokat, hogy még az idén járuljanak hozzá az uniós költségvetés emeléséhez. Ugye az EPH, ha ránézünk erre a jav... Javaslatra további 10 milliárd euróval növelné a bizottság javaslatát, így már ugye csak nem 80 milliárddal többet szeretnének beszedni a tagállamoktól, például Ukrajna támogatására és a migráció kezelésére, hogy ezt Magyarország elutasítja ezt a javaslatot. Pontosan mire kellhet ez a pénz, és miért van? Még szükség pénzre, ha már adtak. Hát, ahogy cirikus vagyok, azt mondja, hogy a pénzből sosem elég, annál is inkább, hiszen az unió vezetése önmaga béreit és egyéb jutatásait is emelni szeretné. Ebbe a csomagba azért az is benne van, tegyük hozzá. Másrésztről pedig <coughs> nyilvánvaló az, hogy azok a közös hitelfelvételek, amikről itt most szó van, mindegy, hogy most Ukrajna támogatása, migráció, vagy éppen a Covid válság kezelése kapcsán, ez mind-mind azt jelenti, hogy ez közösen veszik fel a tagországok, közösen vállalnak érte felelősséget, ezáltal az országoknak a szuverenitása ezekkel a hitelfelvételekkel fokró fokról-fokra, lépésről-lépésre csökken, hiszen ez már egy összeeurópai hitelfelvétel lenne. Közben sorra jelentik be különböző európai országok azt, hogy visszaállítják a határellenőrzést bizonyos határaikon. Itt tettek a lengyelek, a lengyel-szlovák közös határon, és itt tettek ma a csehek is, ők pedig szintén a cseh és a szlovák közös határon állítják vissza a határellenőrzést holnaptól. Miért van szüksége erre? Ennyire emelkedett a migrációval kapcsolatos szám? Igen, hát azt látjuk, hogy akár itt a magyar-szerb határt, ha nézzük, akkor már elértük a tavalyi szintet, vagy már meg is haladtuk, ahány illegális behatolót megakadályozott itt a magyar határvédelem. Emellett azért azt is látjuk, hogy akár a tengeri útvonalon, akár a Balkánnak a szárazföldi egyéb útvonalain is, de 10 és százezres nagyságrendben bejutnak az Európai Unió területére az illegális migránsok, és akik bejutnak, azoknak a kitoloncolása az egy lehetetlen küldetés, és ezek az országok, akik idáig, például a csehk, és ugye azt mondták, hogy alapvetően elfogadták az Európai Uniónak az álláspontját. Most szembesülnek azzal, hogy Németország felé olyan nyomás van, hogy a cseh útvonal is egyre inkább egyfajta tűzvonalba esik. Tehát innentől kezdve ez már nyilvánvaló, hogy a cseh számára is minimum kényelmetlen, de egyre inkább érzékelik azt is, hogy milyen kockázatokat rejt ha már említette a cseheket meg a németeket, ugye Berlin azt is bejelentette, hogy ők is szigorítanak a határellenőrzésen, éppen a csehek irányába, illetve Ausztria és Svájc irányába is. Közben megy az üzengetés, ez is belekerült az üzengetésbe, amit az imént említettem, Berlin és Róma között. Ugye ott van egy konfliktust, mert ugye Berlin egy nem kormányzati szervnek forintban mérve súlyos 100 milliós támogatásokat adott egy olyan szervezetnek, amely ugye NGO-ként az olasz partokra hozza a migránsokat. Nyilván Rómának ez nagyon nem tetszett, és most a szigorítások kapcsán, hogy Berlin ugye a saját határain szigorít, de közben az olasz partokra meghozza a migránsokat. Az olasz védelmi miniszter, hát szabad pestésen így mondani, be is szólt a németeknek. Mi lesz ebből a vitából? És teljes joggal szólt be, hiszen az, hogy Németország továbbra is ezt a jó ember pozíciót veszi föl, és igyekszik a külvilág felé kimutatni, hogy ő abszolút szolidáris és abszolút nyílt. ebben a kérdésben, ugyanakkor ezeket a fű alatti lépéseket azért továbbra is megteszi. Tehát az, hogy Olaszországban mehetnek azok a migránsok, akiket ő szponzorál, hogy a, utazási irodaként működő hajókon szállítsák oda, de utána az már ne kerüljön be Németországba. És ha megengedi, a német kormányon belül is azért kettős beszéd van, hiszen a német belügyminiszter néhány nap ezelőtt azt mondta, hogy családegyesítést azt meg kell indítani, ami azt jelenteni, hogy Németország újra százezreket fog beengedni, hiszen a beérkező férfiak egy jelentős részének családja van, és nem egy-két gyerekkel, hanem négy, öt, hat vagy még több gyerekkel. Tehát ez megint egy olyan kaput nyitnak ki, amit nem tudnak kezelni, illetve azt is felvetette már a belügyminiszter asszony, hogy hat hónap után mindegy, hogy milyen jogon tartózkodik valaki Németországban, választójogot adnának neki. Tehát itt én úgy gondolom, hogy egy, egy olyan fajta tudathasadásos állapot van már Németországon belül is, hogy nem tudják eldönteni azt, hogy ezzel a problémával, amelyek egy jó részét ők maguk kreálták, hogy mit kezdjenek. Horvát József, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm én is.